Szervusz Laci, vágjunk bele. Először is megnézzük, itt van a teljes méretebe kirakva az Audacity programom teljes képernyőre. Megnézzük először is, hogy ugyanaz-e a kettő, a tiéd és az enyém. Súgó, Audacity-ről bővebben, rákattintok, feljön egy ablak. Reméljük neked ugyanez van meg. Ezt bezárom. Akkor következik, hogy beállítjuk magyar nyelvűre. Szerkesztés. Beállítások. Felület. És itt lehet beállítani Languageknél, hogy melyiket választjuk. Hát legyen magyar a téd is, hogy együtt megértsük. Okét kattintunk, ne felejtsük el. Kezdődik azzal, hogy mikrofonnal veszünk fel most próbaképpen. Ehhez ne nyúljunk, a kimeneti eszközökre ezt hagyjuk. Ez a bemeneti eszköz. Ez fontos, hogy melyik lesz. Tehát beszélgettünk róla, hogy vagy mikrofon, vagy lightning. Ennek is van jelentősége a bemeneti csatornák, hagyjuk stereo, az a jó. Később sem kell hozzányúlni. Tehát a bemeneti eszköz itt ki kell választanunk. Ne zavarjon az, hogy Realtek, Audio, stb. Ez a hangkártya neve. Elég szerencsétlenül sikerült ezt ide kiírni nekik, mert alig fér bele a lényeges rész, hogy itt a mikrofont választom. Vagy hogyha majd a zongorádról veszel fel, akkor a lining-t. De most mikrofonnal veszünk fel, mikrofont választunk. Még nagyon fontos, itt van egy input volume slider, itt most maximumra van állítva. Hát ezt kell majd szépen bejátszani, hogy ne legyen túlvezérelve. Mikrofon bemenetnél hagyjuk így. Hát ez a kimeneti rész, ez nem érdekes, ez legyen maximumon. Ez hogy szól, milyen hangosan, azt szabályozza. Tehát az input volume slidernek lesz majd jelentőség, amikor Rajni nem beszél fel, hogy ne legyen túlvezérelve. Reméljük most a mikrofonnal nem lesz. Na most kezdjük akkor a mikrofonfelvételt. Tehát eddig ugye beállítottjuk a mikrofonra, a felvételi szintet is, mert ha mínusz nullára vesszük, nem fog felvenni, tehát ez legyen mondjuk a maximumon. Ugye felvétel gombra kattintunk, rákattintok, és akkor majd lesz mikrofonpróba. Mikrofonpróba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Látszik, hogy szépen kirajzolta a jeleket. Leállítani akarom, akkor erre kattintok, az I gombra. Visszatekerem az elejére, ugrása kezdetére, és akkor lejátszom. Hát most a hangszóróból veszi majd fel ez a videó felvevőn, úgyhogy ez tompa hang lesz, de reméljük, hogy lesz. Tehát ez a lejátszás. Mikrofon próba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Látszik, hogy szépen kirajzolta a jeleket. Leállítani akarom, akkor erre kattintok az ágyba. Na, akkor ugye ezzel felvettük. Utána következik a felvett hanganyagnak a elmentése. Fájlra kattintunk, exportálás, asztalt kijelöljük, hogy oda mentse, ezt ne felejtsük el. Fájl nevet adunk neki, név, a beállítások nagyon lényeges. Ezt csak egyszer kell beállítani, és aztán ez így marad. Én ezt a beállítást javasolom, tehát ezt meg kell jegyezni. Itt a változóra, itt ha rákattintok, előjön egy ablak, a ötödikre kattintsál. Változó sebesség az alap, és a sztereót jelölt be. Oké, ez így fog maradni, ezt hagyd is így. Utána pedig nevet adtam, és akkor mentésre kattintok. Tehát az asztalra mentem, ez be van jelölve, mentés. Itt előadó nevét majd írd be, hogy te vagy. A szám címét. És itt nagyon fontos, hogy nem a mentre kell kattintani, hanem az okéra. És akkor ez az asztalra fogja menteni majd. Itt látszik a folyamatábra. Elmentette, akkor ezt bezárom. Ő megkérdez, hogy elmentsük ezt a projektet, ha nem rakattunk, és itt van az asztalomon, hogy név. Erre, ilyen néven mentettem ugyanis a felvételt. Erre kattintok, akkor ezt le fogja majd játszani.
megint a hangszóróból hallatszik majd. Mikrofon próba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Látszik, hogy szépen kirajzolta a jeleket. Leállítani akarom, akkor erre kattintok az állítani. Tehát akkor ezzel kész is az egész. Sok sikert!